Szebényszi Georgina vagyok, dombirotosan gazdálkodunk Békés megyében. Közel 1000 hektáron növénytermesztéssel foglalkozunk, ahol takarmánynövények, illetve ipari növények termesztését végezzük. 2012 után vettem át a családtól a gazdaságnak az irányítását. Eleinte nagyon nehéz volt ezzel megbirkózni, illetve úgy gondolom, hogy a férfiak uralt a társadalomban teret nyerni és beilleszkedni. A jövőbeli célom a gazdaságunkban, hogy olyan innovatív megoldásokat és újításokat vezessek be, illetve eszközöljek a továbbiakban is, ami a többi gazdaság számára is példaként vihető tovább. Az Agrárvilág szépe 2019 versenyén úgy gondoltam, hogy azért érdemes elinduljak, hogy próbáljam népszerűsíteni, társadalmilag elfogadtatni azt, hogy a nőknek is ugyanolyan szerepet tudnak betölteni a mezőgazdaságban már, mint a férfiak, és hogy életvitelszerűen, boldogan lehet ezt is csinálni.